Balatoni. Auerbach vissza Espárnak. Espár. Balatoni. Espár megfejelte a labdát, Soskuti pedig ilyettében. Tehát Koltai Tibor szöglete jön. Ő is jó hosszan átküldi a másik oldalra. És a lefejelt labdát Szabó Patrik lőtte a hálóba. Espár a hosszú oldalon vissza tudta bólintani. És Szabó Patrik góljával a 15. percben megszerzi a vezetést a Füsszfelherend ellen. Fordulhat Velles. Ez is jó csel Koltai. Auerbach. Rossz indítás. Ezt meg nem kellett volna így egyből előre vágni, mert már vissza is szerezte Koltai a labdát. Jó kiugratás, elnyesett labda, és ott a második gól, egy percen belül Koltai a gólszerző, 2-0. A 15 és a 16. percben mattolta a Füsszfelherendieket. Ezért mondtam azt, megérezve a veszélyt, hogy itt ezt a rossz paszt, amit Velles adott a jobb szélre, azt nem kellett volna Herendi játékosnak azonnal ráadásul középre visszarugni, mert hát abból kezdődött a galiba. Balatoni. Újra Balatoni. Azért nem unalmas egyébként ez a mérkőzés ekkora fakfölénnyel is sem, mert a Herendiek, amik bírják erővel, és jelen pillanatban még azért valamennyire bírják, megpróbálnak tolódni, és ezzel nem nagyon tudják a Füsszfelyek áttörni a védekezési vonalukat, bár néhány kísérlet volt rá, hogy területbe rúgják a labdát, de az utolsó passzok nem sikerültek. Szabó Patrik már 16-oson belül, jól csel befelé, ott a lövés, szépen csinálta Szabó Patrik, de mellé ment a jobb kapufánál. Szabó Patrik tud fordulni, és bizony egy nagyon nagy labda a bal oldalra Farkas Martinnak, már a 16-oson belül Farkas Martin, Farkas Martin, hát be lehetett fújni bizony. Nagyon rossz mozdulat volt, semmi szándékosság nem volt benne, de 11-es. Marosi vitatkozik a játékvezetővel. Károly Attila kapja az eligazítást a játékvezetőtől, hogy nem mozdulhat el a lövés előtt. És 3-0 a csereként beállt Farkas Martin 11-es góljával a 74. percben. Ezzel minden eldőlt, ami a legfontosabb a futballban, a 3 pont sorsa. Balatoni. Szép csel volt Auerbachtól. Velles veszi merre. Ez is jó labda, Szabó Patrik. És mentenek előle. Hát ez nagy zicser volt, nagyon sokat várt Szabó Patrik. Nem sokon múlt, hogy 3 percen belül 3 gólt kapjon a Herend. Ez most csak és kizárólag Szabó Patrikon múlt, az első gól szerzőjén, hiszen remek labdát kapott. Erre láttunk egy példát a 11-es előtt is, amikor Farkas megiramodhatott Szabó Patrik labdájával. Nagyon szépen megpörgetett labda 11-es gólszerzőjének, Szabó Patrikkal játszik össze, Szabó Patrik nem lövi el, hanem még cselez, még mindig Szabó Patrik. Most nincs 11-es, túlhúzta Szabó Patrik ezt az egészet. Hát lesz munkája Marosi mesternek a csapatával még. Nem játszottak egyébként rosszul egyáltalán, tehát nincsen semmi gond a mostani teljesítményükkel, de még látszik, hogy összeszokatlan az együttes. Ott a negyedik helyzet, Velles volt ez is.
értelme, hiszen az eredményt abszolút nem befolyásolná, ha csak nem akar 10 percet hosszabbítani, de hát arra szerintem semmi szükség nincs. Ott egy lövés, és nagyot védett a kapus, bizony. Az utolsó pillanatokban Král szerezhetett volna egy szépítő gólt.